Szeretettel köszöntelek. Most, december 30-án egyrésztről szeretnék boldog új évet kívánni. Elsősorban azoknak, akik nem a naptári időszámítás szerint számolják a saját idejüket, hanem megpróbálnak összhangban lenni a természettel. Előző videómban beszéltem arról, hogy Luca napjától, vagyis december 13-ától egészen december 21, az idejében december 22-e napjáig, amikor ugyanis a téli napforduló van, azt az időszakot követtük, amikor az ember elcsendesedik, végig gondolja az elmúlt egy évét, számot ad magának mindarról, ami történt vele, és ennek a megfelelő tanulságával igyekszik lezárni ezt az évet. A lezárásban célszerű végig gondolni, hogy mi az, ami valamilyen hasznot húzott, mi az, ami jó volt, és mik azok a dolgok, amik nem szeretnénk tovább cipelni magunkkal az új évbe. Ennek az időszaka december 22-ével lezárult. Én nem tartom számomra mérvadónak a naptári évet, a Gergely naptárat, hiszen csak messziről és abszolút nem pontosan igyekszik követni az erőknek a körforgását. December 22-én a legrövidebb a nappal, a leghosszabb az éjszaka, és ez az átfordulás után minden megváltozik. Egy új időszak kezdődik. Ebben az új időszakban meg más dolgunk van. Egyrésztről terveket kell készítenünk. Végig kell gondolnunk, hogy mi az, amit ebben az új évben szeretnénk tudatosan megélni. Nagyon sokan még fogadalmakat is tesznek szilveszter éjszakáján. Noha én úgy gondolom, hogy nem elsődlegesen a fogadalom a fontos, hanem az, hogy ha bármit is tudatosan tervezünk, azt megfelelő módon készítsük elő. A mai nap folyamán szeretnék egy olyan gondolatot megosztani veletek, ami a szertanhoz kapcsolódik. Hogy mi is az a szertan? Nem olyan régen volt egy-két olyan előadásom, ahol ezt megpróbáltam elmagyarázni, és igyekeztem abból a megközelítésből végig gondolni és átadni számotokra azt a fajta megközelítést, hogy ez mindenki számára érthető legyen. Először is én nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit jelent számomra a szer. És hát egy idő után, minek utána végig láttam magamban, arra jöttem rá, hogy leginkább számomra ez egy mozaik szó, amiben az szerből az S betű az a szellemi, az E betű az erő, és az R betű a rezgés. És hogyha így módon próbálom értelmezni a szert, akkor számomra minden a helyére kerül. Ha arról beszélek, hogy szertan, akkor ennek a szernek a működését próbálom részletezni, legalábbis abból a megközelítésből, ahogy én látom. Mivel mindannyian ebben a világban mások vagyunk, innentől kezdve a tudatunk, a megközelítési módunk, az értelmezésünk és a látásmódunk is merőben eltér egymásétól. De ha minden embernek külön saját útja van, akkor valamilyen módon vannak hasonlatosságok is ezekben az utakban, és így alakultak ki a különböző akár vallási, akár szellemi iskolák, amelyek egy bizonyos nézőpontból igyekeztek megközelíteni a teljességet. Ez a nézőpont azok számára mérvadó, akik hasonlóképpen gondolkodnak, akik hasonló szemszögből látják a világot. Noha a gondolatviláguk nem teljesen ugyanaz, mégis a megközelítési módjuk nem tér el annyira egymástól, hogy más nézőpontot valljanak. Tehát azt szeretném mondani ezzel, hogy vannak olyan csoportok, amelyek hasonlóképpen látják a minket körülvevő valóságot. Valóságot úgy fogalmaznám meg, hogy az a világ, amit a mi szemszögünkből, a mi tudatunkkal, a mi szellemünkkel értelmezni tudunk. Ezért mindenki számára a valóság más és más.
Az én megközelítési módom azoknak próbál segíteni, akik hajlandóak elengedni az általános gondolatokat, és egy kicsit jobban belemerészkednek abba a világba, ami sok esetben ismeretlen még számunkra, de csak is úgy tudunk előrelépni ebben a világban, hogyha minden olyan dolgot, ami körülöttünk van, megkérdőjelezünk, és megpróbálunk értelmezni egy bizonyos szempontból. Ennek az értelmezésnek az egyik segítője a szer. És ahogy már előzőleg is mondtam, hogyha szellemi erő rezgésként próbáljuk ezt meghatározni, akkor ebből kiindulva próbáljuk meg azt is, hogy értelmezzük a világ mindenséget. A világ mindenségben véleményem szerint semmi sem felesleges, hiába való, és ha innen indulunk ki, akkor a világban minden törekszik arra, hogy a lehető legkisebb erőbefektetéssel megvalósítsa azt, ami az ő minőségéből, az ő programjában benne van foglalva. Így módon a teremtőt is valahogy úgy tudnám meghatározni, hogy egy olyan minőség, ami egyszer a tudatára ébredt, rájött, hogy ő létezik, és ebből a minőségből megpróbálta kiterjeszteni saját magát. És az a minőség, az a tudatos minőség, ami elkezdett benne létezni, egyfajta rendet teremtett az őt körülvevő káoszból. És ez a rend annak függvényében, hogy hogyan történt a teremtés, egyre inkább kiterjedt, és lettek különböző minőségek. Azt biztos hallottátok már, hogy sokan azt mondják, hogy minden energia. És ha ebből indulunk ki, én is ezt a nézőpontot vallom, csak én jobban kedvelem az erőszót. Főleg azért, mert magyar, és főleg azért, mert jobban segít értelmezni a mindenséget. De ha abból indulunk ki, hogy minden erő, akkor azt is tudnunk kell, hogy erőnek számít és minősül akár a szilárdanyag, akár a cseppfolyós vagy egyéb halmazállapotú különböző fizikai megnyilvánulások, melyek a mi világunkban jelen vannak. És ezek a megnyilvánulásoknak egyetlen közös dolguk van, és pedig az, hogy a rezgés számuk alacsonyabb. És amikor valaminek a rezgés száma, egy erőnek a rezgés száma lecsökken, akkor elkezd megnyilvánulni a fizikai valóságban. De hogy nem csak fizikai valóság létezik, hanem létezik egy olyan minőség is, amit akár szellemvilágnak is hívhatunk, mondjuk egy átfogó fogalommal, mindaz, amit itt a fizikai világunkban, a fizikai érzékszerveinkkel nem tudunk megérteni, és nem tudunk értelmezni. És ezek az erők ugyanúgy, hogy a fizikai világunkban, a szellemvilágon is jelen vannak. És onnan tükröződnek, úgymond lefelé, és itt nem egy fizikai irányra gondolok, hanem inkább egy rezgésszám csökkenésre. Ha azt mondjuk, hogy a teremtő az, amelyik elsődlegesen tudatára ébredt és létrehozott egy körülötte levő világot, akkor egy idő múlva szükséget érezte, hogy önmagát is valamihez viszonyítsa. És hát ennek egyik következményeképpen jött létre az ember is, akinek az a feladata, véleményem szerint, hogy egy útat járjon végig, kezdetektől fogva, ahol el tudja kezdeni értelmezni ezt a fizikai valóságot, ha már fizikai testben leszületett, és innen visszafelé indulva találjon valamilyen módon a teremtőhöz, hogy újból egyesüljön vele. Azt a fajta megtapasztalást, amit életeink folyamán fizikai testben leszületett emberek, és nem csak így, hanem életeink között a szellemvilágban is, mindez segítséget ad a szellemvilágban levő entitásoknak. Most nem akarok annyira belemenni a teremtés történetében. Egyrésztről, mert nagyon sok megközelítési mód van, nagyon sok értelmezési mód, és ezek talán lehet
osztályozni őket úgy is, hogy vannak közös pontjuk, de nem biztos, hogy a megnevezésük, az értelmezésük, a fogalmak, amiket használnak, azok ugyanoda vezetnek. Ezért most csak abból indulnék ki, hogy minden, amit a Teremtő létrehozott, mint szellemi erőrezgés, az annak alapján, hogy minden dolog igyekszik a legkisebb erőbefektetést felhasználni arra, amire ő létrejött, az inkább egy gömbformára hasonlít, hiszen a gömb az a térbeli idom, amelyik a legkisebb erőbefektetéssel fenntartható. Így módon én a Teremtőt is egy gömbformában képzelem el, és ha kinézünk a világ mindenségbe, akkor láthatjuk, hogy a bolygók, a napok is hasonló formát vesznek fel, akár a vízcsepp is, hogyha légüres térben esne, és nem lenne a közegnek az ellenállása. Ha ezt a gömböt el tudjuk képzelni a Teremtőnek, akkor minden, amit ő létrehozott, ezen a gömbben belül van. Szóval van, aki létben létesített létnek hívja, vagy akár a Teremtő által teremtett térnek is mondhatnánk. Az a lényeg, hogy minden, amit a világ mindenségben tapasztalunk, az a Teremtőn belül van. Mi is belőle egy darab vagyunk, és bennünk is bennünk van a Teremtő minősége. Ami alapvetően meghatároz és megkülönböztet tőle, az a mi tudatszintünk, illetve a szellemi értelmezésünk, amiket körülbelül világból. Hogyha azt mondtam, hogy a szellemi erőrezgés az az a minőség, ami minket körülvesz, akkor akár egyenlőségét is tehetünk a szer és a Teremtő között. Ha ezt meglépjük és elfogadjuk ezt a meghatározást, akkor az a kifejezés, hogy szertan, az lefedi a teljes világ megismerésének a folyamatát, és hívhatnánk nyugodtan szertanak mindazt, amikor megpróbáljuk megismerni és megpróbáljuk értelmezni a minket körülvevő világot. Az elmúlt éveimben egy szellemi tanítási iskolának az egyik tagjaként egy csomó olyan információt hoztam le, ami csatornaként rajtam, és nem csak rajtam keresztül, hanem ezen a szellemi tanítási csoport tagjain keresztül is megerősítésre került, és ezekből készült egyrészt egy anyag, ami felkerült az internetre, másrésztről 2 év után kaptunk egy olyan felkérést, úgymond odafentről, hogy ezeket próbáljuk megosztani, akár egy csoport vagy tanfolyam formájában. Ennek már volt előzménye, és ezektől a jövőben sem zárkozunk el. Az itt levő anyagokat, amelyeket a szellemi tanítások csoportban megosztottunk, igyekszem abból a megközelítésből értelmezni, hogy szerként és a szernek a működési formájaként próbálok rátekinteni. Az én elhatározásom, melyben a jövő évet, mint egy új időszakot próbálom meglépni, abba beletartozik az is, hogy igyekszem néhány gondolatot megosztani a szerről, és néhány olyan tanítást, ami az életviteli tanítások közé tartozik, értelmezni a szertan szempontjából. Mondhatni, hogy ez az én jövő évi vállalásom. És hogyha már a vállalásoknál tartunk, akkor az is hozzátartozik, hogy én azt vállaltam, hogy ebben a témában jobban bele fogok menni. Alapvetően nem feltétlenül a videó felvétel készítése által terveztem ezt, de rá kellett jönnöm, hogy a világ olyan szinten változik, hogy az írott anyagok, a szövegek már nem keltik fel annyira az emberek érdeklődését, és mindenki elindult egy olyan megélés felé, amiben a
egyszerűbb, a kényelmesebb dolgok nagyobb teret kapnak. Így hát kénytelen voltam elfogadni, hogy a videó készítése az egyik olyan hatékonyabb módja annak a feladatnak, amit én úgy gondolok, hogy az én feladatom is, mely szerint mindazokat a gondolatokat és információkat, amelyet a szellemi világ rajtam keresztül küld, vagy úgymond részese vagyok annak, hogy ezek az információk megérkezzenek, azt megosztam másokkal, és ezért igyekszem a jövőben rövid videó formájában ezeket meg is tenni. Köszönöm szépen a figyelmedet, és hamarosan jelentkezem azzal a témával, ami a jövő évben, 2024-ben aktuális lesz, és pedig az, hogy mit és hogyan tervezünk, hogyha már eldöntöttük, hogy milyen irányba szeretnénk haladni. Ennek kapcsán néhány életvételi tanáccsal is szolgálni fogok, úgy, mint a tény vagy vélemény, úgy, mint az 51% vagy az 5 centség. Köszönöm nektek, hogy végig figyelemmel kísértétek ezt a rövid kis videót, és remélem, hogy hamarosan találkozunk.